Középiskolásként találkozott a néptánccal, a népzenével Mezőkövesden. A Matyó Néptánc Együttese állt először színpadra. Itt a Palóc Tájegység táncai mellett az erdélyi táncokat is elsajátíthatta. Egy nagyon érdekes érzés volt, és még mind a mai napig úgy föl tudom idézni ezt az érzést, hogy akkor, amikor én oda beléptem a próbaterembe, és ott voltam, akkor úgy éreztem, hogy úgy megtaláltam önmagamat. Korábban nagyon sok mindennel próbálkoztam, sportoltam, illetve más tánccal is foglalkoztam, de igazából azt gondolom, hogy az első próbán már úgy éreztem, hogy igen, megtaláltam a helyem, és ez az, ami nagyban meg fogja határozni a jövőmet. Persze akkor még nem gondoltam, hogy hivatásszerűen ezzel fogok foglalkozni, de hát így alakult. Civil foglalkozást is választott magának. Amikor ide került a városba, a Hunyadi utcai óvodában kezdett el dolgozni. Amikor már az óvodásokkal én elkezdtem foglalkozni, amikor ide kerültem Kalocsára, itt kezdtem óvónőként 1996-ban, akkor persze már táncoltam is, és ez a kettő valahogy így összekapcsolódott, és ugye akkor jöttek a lehetőségek, hogy a művészeti iskolák nyíltak, illetve ugye ennek meg volt a háttere, akkor alakult így, hogy akkor hivatásszerűen is ezt a pályát választom. Hosszú éveken keresztül tanított gyerekeket, fiatalokat, aztán középkorúakat is szakmáron. Most az utánpótlás nevelése a feladata a művészeti iskolában, több csoportot is vezet. Van, ahol az óvodások táncolnak, a másikban az alsósok, illetve a kicsit nagyobbak. Egész évben dolgozunk valamiért, elmegyünk minden tanévben, minden csoporttal egy országos megmérettetésre, és ott, amikor úgy sikerül, hogy tényleg a gyerekek is, és én is mindenki bele tudott adni mindent, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés, és az mindig tovább lendít az esetleges évközbeni nehézségeken. Nem csak tanít Dudás Szilvia, a Csajgorás Néptánccsoportban még színpadra is áll táncosként is.